Sziasztok, ez itt a Bögre Bögrényi vasárnapi videója, Let's Play-e sorozata. Tudjátok, hogy hogy működik ez. És a mai játékunk nagyon retro lesz. Egészen pontosan 2001 retro. Ami azt jelenti, hogy amit láttok a képernyőn, az 17 éves. Azaz... wow. Mármint... még egy év, és autót vezethet, meg ihat, meg ilyesmik. Elég durva. Lényeg a lényeg, Civilization 3, vagy Civilization 3, ahogy jobban tetszik. Tök mindegy. És ráadásul abban is a Complete Edition. Igazából nem tudom, hogy jutott eszembe ez a játék, de számomra ez fontos. Ugye most Ákossal toljuk egy kicsit streamen a Civilization 6-ot, és nekem azért fontos a 3, mert ez volt az a játék, ami engem így berántott, nem csak így a Civilization sorozatban, hanem így a valós idejű helyett a körökre osztott stratégiai játékokban, sőt, úgy általában az Age of Empires kivételével a stratégiai játékokban. És ez pedig a Complete Edition, ami annyival több, hogy egyrészt a multiplayer támogatja, amit az eredeti nem tett meg, másrészt pedig van egy ilyen Conquest rész, ami gyakorlatilag szenáriók, azért az 2001-ben elég nagy dolog volt, előre elkészített térképek, előre felállított szabályrendszerek, kicsit mások, mint amúgy lettek volna. Illetve, mint amik voltak a játékban, de nem ezt fogjuk megnézni, hanem nem tudok egy új játékot nektek kétszer kattintani érdekes módon. Vannak ilyen furcsaságok, alapból az egész játék olyan, mint hogyha egy... hát, kicsit olyan, mint hogyha Excelben írták volna. Vagy mint egy Windowsos program lenne. Mindegy. Enter Seed, ez nem volt benne. Ja igen, nem ezt a Complete Edition-nel, csak is kizárólag az alapjátéka, szóval vannak számomra itt érdekes újdonságok. Ezt amúgy nagyjából ismerős lehet többé-kevésbé nektek, hiszen a Civilization továbbra is ezeket a dolgokat használja, hogy mennyire legyen öreg. Az, hogy mennyire legyen öreg, az igazából azt jelenti, hogy mennyi hegy legyen, milyen legyen a hőmérséklet. Adj egyet random, köszönöm. Klíma, de tényleg minden legyen középen, whatever. És milyen legyen a kontinens maga, amin vagyunk. Én azt mondanám, hogy legyen... ez egy halálfej, elég durva. 70% víz, 80% víz. Tehát van Pangea, ami egy nagy, aztán vannak a kontinensek, ami több nagy, és van az archipelag, ami kis szigetek. Legyen egy 70% víz, és ilyesmi. Standard large, legyen standard. És Barbarians pedig normális. Ugye ez a nehézséget mutatja. Na, ez itt nem egy éjszakai pillangó, aki férfinak született, de máshogy döntött, hanem kérem szépen a népek. Amit itt láttok, az az összes nép a játékban. 8 darab van, ami a kiegészítőkkel jött be, és a többi pedig benne volt alapból. Ami érdekesség, hogy most például rámegyek, nagyon érdekesek az arcok, mindegy, rámegyek Amerikára. Ez itt Lincoln, de amit látjátok a ruhája, az nem igazán Lincolnos, hanem ókori. De hogyha rámegyek mondjuk a spanyoloknál, Isabella királynő is úgy néz ki, mint egy szakadt proli Tesco parkolójában, ehhez képest pedig ő nem teljesen az volt, de a hollandoknak a Vilmos királya is fura ilyen környezetben. Ez annak köszönhető, hogy... random, please, köszönöm. Az annak köszönhető, hogy itt ebben a játékban változik az, hogy hogy vannak beöltözve az emberek. Tehát azt jelenti, hogy az ókorban mindenki ókori ruhát visel, a középkorban Cézár is középkoriba öltözik, és az újkorban pedig ilyen öltönyös fickó lesz akár a keltáknak a Brandaus királya, vagy akár nem tudom mi volt az, mi volt ő. Hello, Esti. Mindent megengedünk. Mindent megengedünk, hogy mindenfajta győzelmi típus, úgyhogy fogjuk végigjátszani ezt a játékot, teljesen tök mindegy. Itt vannak a szokásos nehézségek, ezt ismerhetitek. Chieftaintől a Sidig, nyilván Sid Meierre utal. Regent, nem tudom, az mennyire nehéz. De csapjunk is bele, és itt vagyunk, el se hiszem. Hát kérem szépen, így nézett ki egy játék, és amit most láttok, az nem a fellegomb, hanem a görgetés. Most éppen görgetek, igen. Elég durva. És amit látom, amúgy a legdurvább az, hogy a játék az előbb még
egy ilyen Letterboxdban működött, most pedig szépen kidobálta a képernyő szélére a dolgokat, tehát itt tök sok mindent lehet belátni, sokkal többet, mint korábban. A mozgás nem jobb gombbal történik, jobb gombbal kattintás esetén kiadja nekünk a játék, hogy mi történik azon a mezőn, amire rákattintottunk. Milyen képességekkel rendelkezik az a mező? Sentry. Oké, van nekünk egy settlerünk, aki nagyon jó helyre spawnolt, és úgy tudom mozgatni, hogy a balegér gombot húzom. Szóval nagyon jó helyre spawnoltunk vele. Ez itt micsoda? Egyébként. Hát biztos ez is ott valami. Nem igazán derül ki. Ő egy worker, akivel rögtön el is kezdünk azonnal utat építeni. És mi a népünk? A keltákkal vagyunk. Érdekes. És megépítjük a városunkat Entremont néven. Ez a városunk, de nem csak ennyi a városunk, hanem ez itt a városunk! Azt hiszem ez volt az utolsó Civilization, amelyik használt városnézetet, utána már nem. Ez így dinamikusan változik, attól függően, hogy miket építünk meg. És el tudjuk hívni a Civilopédiát, ami viszont egy ilyen visszatérő elem, hogy meséljen nekünk dolgokat. Kezelőfelület. Nincs, igazából nem nagyon érdemes túlmagyarázni. És ez pedig maga Sid Meier ad nekünk tanácsot, hogy éppen mit válasszunk ki, mi legyen a következő, amit megépítünk. Ja, a bronzművesség legyen. Az a popok... Aha, így működnek. Jó. Itt azért nyilván ez egy egészen más rendszert használ, mint a korábbiak, de, vagyis mint a későbbiek, de azért vannak hasonló elemek. Mi lenne, hogyha nem Warriorral kezdenénk, hanem mondjuk egy... mondjuk csak Warriorral kéne kezdeni. Mert az megvéd minket. És ezzel a, hát... dizájnos gombbal léphetünk a következő körre. Elkészült az utunk, és ide építhetünk emellé irrigated, ami farm. Gyakorlatilag. Ki nagyon fancy neve van közben. Elkészült a Warrior, és akkor most nem kérdezzük meg eljárt, hogy mit akarunk építeni, úgy eldöntjük a Warrior, de én azért csak Granary-t építenék következőnek. És közben a Warriorral felfedezzük, és mindig rosszra kattintok, felfedezzük a környéket. Ez elkészült, és akár ide hozhatnál egy bányát. Amit most még nem tud, de mindjárt meg fog tudni építeni. És a bánya elkészül. Jó lesz nekünk. Szóval ez volt az a játék, amivel igazából hozzákezdtem. És pont a mai streamen jött fel ez, hogy a Civilization azért volt érdekes. Yay! Expandoltuk a bordereinket. Szóval azért volt érdekes játék, mert egészen az ötödik részig gyakorlatilag minden egyes epizód markánsan eltért. Nem feltétlenül játékmenetre, de bár abban is voltak nagy változások, meg új megoldások, hanem inkább olyan értelemben, hogy Civil Disorder. De miért van Civil Disorder? Srácok, tök jó világotok van. Fogalmam sincs, miért van Civil Disorder. Unhappy, content. Jó, akkor az éget kivesszük a termelésből, és akkor ő egy entertainer lesz, ami azt jelenti, hogy boldoggá teszi az ott lévőket. Remek. Ezt jó beletaláltuk. Talán el tudunk menekülni. Ja, elfutunk. Nagyon elfutunk. Ez, amit láttatok, ez az volt, ami most is benne van a civil játékokban, hogy így találunk egy barbár falut, nem egy barbár falut, egy ilyen falut, és akkor az ad nekünk valami pluszt, vagy bónusz, vagy máluszt, és ide is utat kérek. Remek, nagyon, mi vagyunk a legjobbak, világom. És már nincs is civil disorder, ehhez mit szóltok? Tehát mindegyik rész más volt. Majd esetleg láthatjátok, hogyha oda jutunk, nem tudom, előbb-utóbb biztos sorra kerül a Civ 4, a Civ 5, és a Civ 6 volt az első, amelyik kicsit megtört ezt a hagyományt, hogy így fogalmazzak. Közben amúgy kell még ez a néni, mert én nagyon szívesen elküldeném ide dolgozni. Nem is ide. Ide. Unhappy. Látszik is a szája lefelé görbül. Most elkészült nekünk valamink, és ha rámegyek ide, a Granary, akkor meg is van a Granary. Oda kerül. Nagyon király. És folytatva a gondolatmenetet, a Civ 6 volt az első, ami igazából
maximálisan külsőségekben, meg úgy a legtöbb dologban a Civ 5-re épül Fortify, és akkor hát, ha gyógyulni fog. És ez nekem kicsit fura volt, aztán megbarátkoztam a dologgal, de... picit fura. Ó, nézzük meg, hogy milyen advisoraink vannak. Itt még advisoronként működik így a játék. Van nekünk... ez a néni, aki így elmondja az infókat, csomó infót mond, jó vagy rossz híreket. Szóval van ő a domestic, tehát belügy. Trade advisor, ő nem boldog. Mert nincsenek, semmi miatt nem boldog. Military advisor, nincs még sok mindent reportolnia. Foreign advisor, az külügy. Kulturális tanácsadó, és itt látható a civilizációs, vagyis a technológiai fa. Hát igen, egész ideig lehet eljutni benne. És akkor itt most kivágom a fákat, ami későbbi részekben már annyira nem jó ötlet, de itt még azért egész jó ötlet. Gyárt settlert, annyi a trükk, hogy amikor settlert gyárt a játék, akkor közben nem lehet... azt hiszem közben nem növekszik a népesség. De legalább settlerrel tudunk kicsit... új városokat tudunk létrehozni. És most kivágta a fát, és visszaküldte a városba, és ezért a város most gyorsabban fogja elkészíteni a settlert. Tehát mindig hozzáadódik az éppen készülő dologhoz az. És el is készült a settlerünk. Erre akarom hozni igazából, meglátjuk, hogy itt lesz-e hely neki. Kéne egy luxury resource, az igaza van. Miért? De most ez komoly? Ennek valami random dolgot kéne adnia, és ehhez képest kettőből másodszor adott nekünk barbárokat. De legalább nem ölték meg még. Oh boy, onnan se fogunk elmenekülni egy hamar. Jó, dobjuk le valahova ide ezt a csórit. Legalább ez elkészült. Itt viszont van egy másik nép, úgy látom. Ezek nem barbárok lesznek. Kerüljük már ki. Nem, oké, fortifájoljuk. És akkor hát, hogy jó lesz. Itt még nem igazán veszik komolyan ezt, hogy ne menjünk a másik határának a közelébe. Vagy a határa belülre. Aha, jön felénk a barbár. Ó, hogy rohadjon meg. Hamarabb fogod élni a városunkban, mint mi. Menjünk utána, fussunk hát, ha elérjük. Jó, szerencsére megkerülte. Hát nem is tudom, te most ne csinálj semmit. Wait, igen, az lesz a legjobb. Te meg gyere elé a barbárnak. Na, ez még az a rész, amikor még nagyon-nagyon-nagyon sok mindent magunknak kellett csinálnunk. Többek között, például, amit látjátok, az útépítés. Mondjuk ez teljesen új fejlemény. Az utakat már nem magunknak építjük. És az epikus ütközetben nyertünk. Itt még például tudnak stackelődni a katonák, tehát egyszerre akár 20-at is egymásra rakhatunk, és nem lesz belőle semmi. Most már ugye ez az ötödik résszel kikerült. Azt hiszem az ötödik résszel. De lehet már negyedikben se volt benne, de erre már nem mernék megesküdni. Ó, persze jött egy barbár! Persze jött egy barbár! Igen, a barbárok mindig Bane Indies voltak. Mindig. Jó, gyere vissza inkább picit. Hahaha! Úgy de örülök, hogy ránk rátámadtak a settlerünkre, amit úgy gyártottunk le nagy nehezen. Te tudod mit? Srác. Take me to your leader. Yes, please. És ez itt, még ezt akartam megmutatni. Ez itt a diplomáciai képernyő. A trade proposal. Mindent lehet csinálni, csak az embernek a szemszájának az ingere. Hát ennyi volt ez a rész. Igazából tényleg csak egy ilyen kis nosztalgiázást akartam itt létrehozni. Nem végigjátszani egy partit, mert szerintem sose sikerült. Legalábbis, vagy nyerni nem sikerült soha. Nem tudom. Sokat játszottam ezzel annak idején. Más idők voltak. Nem bírtuk még a játékidőt. Több száz óra volt.
És sose lettem benne jó. Hát ilyen ez a Civilization. Köszönöm a figyelmet, jövőre valami... Jövőre? Nem. Jövő héten is jövünk valamivel. Talán hasonlóval, talán egészen mással. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok. Esetleg... ha ismeritek ezt a játékot, annak így nagyon örülnék, hogyha látnám, hogy így bekommentelitek, hogy ti már ezzel is játszottatok. 2001 nagyon régen volt. További szép napot, minden jót, sziasztok!